A Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnáziumban szeptember 1-én az ünnepélyes tanévnyitóval kezdetét vette a 2014-2015-ös tanév. A tanulókat Gazdóf Miklósné köszöntötte, majd a Magas a mérce című verset Fige Balázs szavalta el. Az ünnep című dalt György László és Erdei Hanga énekelte el. A diákok műsora után Gál András lépett a mikrofonhoz, aki beszédében kiemelte, hogy véget ért a kötöttségek nélküli nyár, megkezdődik az új tanév, a komoly szellemi és lelki erőfeszítések ideje. Az igazgató többek között arról is szólt, hogy a gimnázium idén októberben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját, mely idő alatt olyan értékek születtek, amelyet hosszú évekig meg kell őrizni. A tanévnyitó beszédben az is elhangzott, hogy idén nyáron felújították a leendő első osztályosok tantermeit, a szaunát, a tatmi és konditermet egyaránt. A 2014-2015-ös tanév 25 osztállyal, 721 tanulóval és 53 pedagógussal veszi kezdetét. A végzős diákok 80%-a felsőoktatási intézményben tanul tovább, a gimnáziumban pedig háromszoros a túljelentkezés. A Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnáziumban a tanévnyitó szentmisét szeptember 2-án reggel tartották. Darvas László római katolikus plébános tanévnyitó gondolataiban arról szólt, hogy több diák izgalommal várta az iskolai csengő hangját, amely jelezte, hogy megkezdődött az iskola. A római katolikus plébános kedves történetekre emlékezett a Bocska István gimnáziumban töltött diák éveire, majd hozzátette, hogy azok a pillanatok, amelyeket megélünk, nyomot hagynak életünkben, azonban az Isten mindig ott lesz mögöttünk, ha segítségre van szükségünk. Darvas László arra kérte a bocskaistákat, hogy legyenek mindig vidámak, és egy-egy szentmise alkalmával azért gyűjjenek össze, hogy találkozzanak az Isten végtelen szeretetével. A szentmise végén Gál András szólt a tanuló ifjúsághoz, aki hangsúlyozta, hogy október 3-án 16 órától ünnepséget rendeznek a Bocskai István Katolikus Gimnázium fennállásának 60. évfordulója alkalmából. A szentmise után a diákok a pedagógusok vezetésével az osztálytermekbe vonultak, ahol megkezdődött a tanítás.